A közelmúltban elhunyt sportszervezőre, a Román Triatlon Szövetség volt elnökére, Klossz Péterre emlékeztek egy esti közösségi futással, volt munkatársai, versenyzői és barátai. A marosvásárhelyi Somostetőn annak a közösségnek a tagjai gyülekeztek a Klossz Péter emlékére rendezett közösségi futásra, amely éppen az ő személye körül alakult ki az elmúlt években. Nem csupán a Triatlon Szövetség elnöke és ilyen minőségében nemzetközi versenyek szervezője volt, hanem a helyi sportkedvelő közösség számára is folyamatosan szervezett különböző versenyeket, és ilyen lett volna a mostani esti futóverseny is, amelyet szintén ő álmodott meg. A kegyetlen sors fintora, hogy végül az emlékére futottak a résztvevők. Olyan vezető volt, aki a tökéletességre törekedett, sokat várt a munkatársaitól, de ő volt az, aki mindannyiuk közül a legtöbbet dolgozott. Nem volt olyan részlet, amelyre ne figyelt volna oda. Mondja Zöldi Zoltán legközelebbi munkatársa, akivel 2014 óta szervezik együtt a versenyeket. Egy élmény volt. Fantasztikusan sokat tanultunk tőle. Nem csak én, az egész csapatunk, és elvesztettünk egy olyan embert, akit nem lehet pótolni. Tehát akármennyire is törekszünk mi, hogy elérjük azt a szintet, nem fogjuk tudni 100%-osan pótolni. Mi csak annyit tudunk, hogy próbáljuk ezt a szintet tartani. Sok fiatalt indított el a sportolói pályafutásán edzőként is. Közülük a legjobb eredményt Kovács Szabolcs érte el, aki az U23-as korosztályban terepduatlon Európa-bajnoki címet is szerzett. Mindig odaadóan segített, tanított, ha kicsit gorombában is, vagy kicsit erélyesebben is, de mindig a mi fejlődésünk érdekében tette ezt. Én egy példaképként tekintek rá, és tekintek vissza, emlékszem vissza rá. Én szintén szeretném, hogyha ezt, amit ő elkezdett, folytassuk, nem csak én, hanem mindannyian. A Somostetőn rendezett közösségi futáson Klossz Péter barátai egy neki tulajdonított idézettel búcsúztak, emlékére gyertyákat gyújtottak.